Második nyílt napját tartott a november végén a Tatai Református Gimnázium. Az alkalom során a még általános iskolás diákok szüleikkel együtt nyerhettek bepillantást az iskola szellemiségébe, így szabadon látogatható volt minden tanóra. A délután folyamán pedig az intézmény igazgatója Illés Dániel, valamint dr. Szabó Elődni, lelkész és vallástanár tartott tájékoztatót. A tananyagban nincs igazán különbség, hiszen a nemzeti alaptanterv, a kerettantervek megszabják, hogy mit kell tanítani. Hát lehet, hogy nem éppen csábító, amit mondok, de mi megpróbáljuk a maximumot, de többet megtanítani, többet is követelni a diákoktól. Elfogadva azt, hogy bizony a diákok ma eléggé túlterheltek. Sokszor 6-7-8 órájuk van egy nap, és utána a gonosz igazgató még elvárja, hogy otthon még készüljenek másnapra is. A iskola egyházi jellegéből adódnak különbségek. Nem zárkózunk el olyan diákok jelentkezésétől sem, akiknek nem volt korábban egyházi kötődésük, de könnyebben teljesítik azok a diákok a mi iskolánk követelményeit, akiknek nem jelent plusz terhet az, hogy vasárnap templomba kell menni, mert esetleg a családdal eddig is templomba jártak. Akinek nem jelent megterhelést az, hogy itt minden nap a templomban kezdődik egy 10 perces rövid áhítattal. Igyekszünk, picit konzervatívabbak vagyunk, mint más iskolák, megnyilvánul ez viselkedésben, öltözködésben. Itt például kötelező az iskola köppeny a diákoknak, nem csak a diákoknak, a tanároknak is. És hát más néhány még szigorúbb elvárásunk van, esküt tesznek a diákok, amikor ide hozzánk jelentkeznek.